A megemelt nevezési díjak miatt a kendósaink majdnem lemaradtak az Európa-bajnokságról, de szerencsére mégis összejött a szükséges összeg. Egy kisebb csoda hátteréről beszélgetünk, többek között Vadadi Zsolttal, a kendószövetség elnökével, Mihalik Hunorral, a főtitkárral, illetve Bővíz Marinával, aki ugye válogatott csapatkapitánya, nem mellesleg Európa-bajnoki ezüstérmes kendós. Kezdjük rögtön veled, mert azért azt hiszem, bármennyire is komoly tortúra volt mondjuk nyilván a szövetségvezetők számára összeszedni ugye a szükséges összeget, de azért nyilván gondolom a felkészülést leginkább a versenyzőknek zavarta meg ez a bizonytalanság, hogy most lesz-e Európa-bajnokság vagy sem. Ez biztos megzavarta az egész csapaton, lehetett érezni egyfajta feszültséget azáltal, hogy nem tudtuk, megyünk, nem megyünk, hogyha megyünk, akkor hogy tudunk menni. De azt gondolom, hogy most ő nevezés tényleg lezárult, és leadtuk, próbálunk tényleg arra koncentrálni, hogy az következő másfél hónapot már kihasználjuk, és ne foglalkozzunk ezzel. Ettől eltekintve nem tudom, hogy ott kint hogy fog hatni ez a csapatra, de remélem, hogy semmi negatívumot nem. Mennyire változtatott egyébként a felkészülésetekkel ez a dolog? Ez a másfél hónap, ez nehéz volt a nevezés előtt, főleg, hogy nekünk is sok mindenbe beszálltunk, és próbáltuk segíteni az egész pénznek az összeszedését, meg tényleg, hogy a juniorokat is kivigyük. Megnehezítette, de reméljük, hogy ezt sikerül bepótolnunk most. Ugye, hogyha jól tudom, február 15-e volt a nevezési határidő, most már akkor minden biztos, és mindenki ott lesz, akinek ott kell lennie. Sőt. Így van. Tökéletes, akkor a bizonyos nyugodtan most már? Mindent, fotókat, stb. Tehát egy rosszabbuk nem lehet a szervezőnek. Hogy nézett ki ez a mentőakció egészen pontosan? Hát, önmentés volt. Mi elég régóta szenvedünk azzal, hogy nagyon nehéz ilyenfajta sportágnak egyáltalán támogatókat találni. És az idei év volt az, hogy tényleg veszélyben volt az, hogy egyáltalán kijutunk, vagy nem. Azért mondtam, hogy önmentés volt, mert mi, mint szövetség, nagyon kevés lehetőséget találtunk, és a fiatalok, tehát a csapat maga létrehozott egy Facebook oldalt, elkezdtek kampányolni, aktivizálták magukat, és ez annyira sikeres volt, hogy még a juniorokat is ők vállalták, hogy akkor ebből az összegyűlt pénzből, amit mi korábban nem terveztünk anyagi okok miatt, az új generációt is viszik tapasztalni. Tehát a nehéz helyzetből egy nagyon pozitív helyzet vált. Akkor mondhatjuk, hogy teljes a siker. Kik voltak azok elsősorban, akik a segítségére siettek a csapatnak? Hú, hát ez egy összetett dolog. Erről Marina is tudna mesélni. Volt nagyon sok, rengeteg egyéni tehát támogatónk. Nagyon nagy cégek nem is voltak cégek, de kérdeztük például, én megkérdeztem többjüket, és szeretnék-e, hogy felrakjuk őket a honlapra, a támogatás véget, hogy segítettek, de ettől tartózkodtak, sőt inkább azt, hogy ők nem azért adták, hogy most ők ezért kapjanak valamit, ő mint mecenatúraként szeretnék azt kifejezni, hogy nekik fontos az, hogy egy ilyen kis csapat kimenjen. Úgyhogy nagyon nagy volt a meglepettség részemről is, de Marina erről többet tud, mert azt a részét, a másik felét azt ők kezelték a dolognak. Nálunk is inkább ez volt, hogy nagy cégek, vagy ilyen borzasztó nagy összegek nem érkeztek be, de amit el kell, hogy mondjak, és nem tudom, hogy lehet ezt egyáltalán megköszönni, hogy olyan összefogás, jött most létre, mint volt kendós társaimtól, mint idegenek kerestek meg úgy, hogy családok, nagyon apró összeggel, de hogy mégis ők szeretnének minket támogatni, ami azt gondolom, hogy a megnehezített felkészülést is viszont nagyon-nagyon erőssé teszi, mert nekünk meg egy önbizalmat ad, hogy tényleg itt állnak mögöttünk, akik bárhogyan próbálnak minket támogatni. Akkor gyakorlatilag ez ilyen sok kicsi sokra megy alapon jött össze. Inkább. Egy ilyen jó 3 hete jártatok itt, amikor ugye kiderült ez a probléma. Igen. Akkor már volt erről szó, hogy alapvetően az volt a probléma, hogy a német szervezők gyakorlatilag megháromszorozták a nevezési költségeket. Mi volt ennek pontosan a háttere? Erről volt már szó akkor is, de gondolom csak vannak új nézőink, hogy igen, benne. Igen, igen. Hát ugye nincsen pontosan szabályozva a szervezőnek az, hogy ő az anyagi kritériumét hogy szabja meg. És ez valahol, ugye sok országban, akik szervezőként jelentkezhetnek, ez való természetes is. Csak ugye könnyebb utat választottak, ők nem a szállást, nem egy komplexebb módon próbálták az ő költségeiket fedezni, hanem egy egyszeri megnövelt eseménydíjjal, amit mindenkinek kell fizetni, tehát beleértve még a résztvevő edzőknek is. És hát ez egy könnyebb út, de mindenkit meglepett,
és ezt majd... Összességében milyen összegről volt szó egyébként? Hát eddig az általános megszokott, kimondatlan, iratlan szabályok szerint 100 euró körül voltak ezek a díjak. Bocsánat, ugye a csapat teljes egészére nézve mit jelentett ez a szövetségnek? Hát ez körülbelül olyan 6-700 ezer forint pluszat jelentett azonnal, de ugye még erre rá kell, oda kell tenni a szállást, a kiutazást, stb. Tehát, hogy ez azért hirtelen jött, ez egy ilyen hideg zuhany volt mindenkinek, de ez a háromszoros díj, ez meg főleg. Ugye hát nem csak a Magyar Szövetségnek volt ezzel a problémája, több ország le is mondta ugye a szereplést. A Nemzetközi Szövetségnek mi volt erre a reakciója? Ugye non-profit szervezet az Európai Kendo Szövetség is. És nem kevés lehetősége van abba beleszólni, hogy a szervező ország hogy oldja meg. Először történt ilyen probléma, tehát erre majd lépnünk kell az Európai Szövetségben, de alapvetően, mivel nem tud anyagi felelősséget vállalni a szervezésért az Európai Szövetség, ő delegálja ezt a jogot. Sajnos Berlin ilyen drága. Ez korábban nem merült föl, hogy esetleg ez ilyen problémát okozhat, de azt mindenképpen mondhatjuk, hogy ez most probléma volt, és nem lehet továbbra is ez az irányvonal, hogy egy elitista Európa-bajnokság van, aki anyagilag részt tud venni, azok vesznek nem részt. Nem nagy presztízsveszteség ez egyébként az a szervezőknek, hogy ennyi ország visszamondja a szereplést? Hát az biztos, hogy az, mert a megszokott 37-38 részvevő közül most 27-et számoltunk össze a lezárt regisztrációkor, tehát azért ez jelentős. Szerencsére akkor most már, hogy mi ott leszünk. Mennyiben változtatja ez, vagy javítja esetleg a mi esélyeinket? Ez egy borzasztóan nehéz kérdés, én remélem, hogy csak erősíteni fog minket. És mik akkor az elvárások, vagy a remények így az Európa-bajnoksággal kapcsolatban? Mert azért arról volt szó a korábbiakban már, hogy azért szerencsére húzóerőnek számít az európai verkeken belül a magyar kendó csapat. Marina? Tudom, hogy te szereted legkevésbé megválaszolni ezt. De... Ez a kérdés. Hát én azt gondolom, hogy szeretnénk egy címvédést, ezt azt hiszem, hogy mondhatom a fiúk nevében is, és mindenképpen az érmek között egyre feljebb és feljebb. Egyébként ugye volt róla, hogy tényleg sok ország visszamondta a szereplést, mennyire tartjátok a kapcsolatot külföldi versenyzőkkel, esetleg vetétársakkal, szóval az ő részükről volt bármiféle reakció ezzel kapcsolatban? Azt gondolom, hogy sokan kisebb ország kommunikálunk, találkozunk egyéb versenyeken is felkészülés alatt, de a negatív visszajelzés volt mindenhonnan, hogy ezt így hogy, miért, sokan, hogy nem tudunk jönni, menjünk-e, hogy csináljuk. Nagyon furcsa lesz az Európa-bajnokság így? Szerintem egy egészen újfajta verseny lesz. De ezt csak utána tudjuk szerintem elmondani. Volt már erről szó, hogy mennyire kell attól tartani, hogy ez tendencia lehet a jövőben, és mennyire kell mondjuk esetleg a szövetségnek arra készülnie, hogy a jövőben hasonló költségeket kell állni. Hát ugye az elnökünk is elmondta, hogy nem szabad ebből folyamatos szokást engedni. Tehát minden nagy bajnokság előtt van egy közgyűlés az Európai Kendo Szövetségnek, és ott próbálunk remélhetőleg közösen, mert ugye ez sok mindenkinek hirtelen jött ez a fajta hozzáállás, megoldani. Én úgy gondolom, hogy azért a kendós berkekben mindig bölcsen és pozitív hozzáállással próbáljuk ezt megoldani. Biztos, hogy lesznek forró viták, de ezt nem szabad ebből precedens. Tehát csak egyszer itt lehet engedni, nem szabad, hogy többször folytatódjék. Ugye most csak a nevezés zárult még le, az Európa-bajnokság azért még odébb van. Hogy néz ki az odáig tartó időszak még? Hát számunkra még 2-3 találkozás így a válogatotta, most már csak versenygyakorlás, én azt gondolom, hogy másfél hónap van, tehát itt már kőkemény munka, úgy a fizikai formájában nem úgy zajlik, ahogy ugye eddig, és készülünk leginkább most már fejben is videók nézegetésével, tényleg az, hogy összerakjuk a részleteket. Igen. Tehát akkor a munkának azért a legkeményebb része most már lezárult azzal, hogy megvan a szükséges összeg? Nem az a legkeményebb része, de... Illetve már egy győzelmet arattak, én az mondtam nekik, tehát ez össze is kovácsolta a csapatot, azt hiszem még jobban, mint korábban. Hát akkor ehhez az önmentő akcióhoz már most gratulálhatunk, reményeink szerint majd az Európa-bajnokság után az eredményekhez is lesz szerencsénk gratulálni, és hát bízunk benne, hogy ezt itt a stúdióban is megtehetjük majd. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és akkor sok sikert kívánunk az Európa-bajnoksághoz. Köszönjük szépen.